Ez a kor, amelyben élünk, a kunkapitányok kora, a jászkapitányok koraként is leírható, hiszen jó pár nép a vezetők regnálásához kötötte az időszámítást is. A királyokhoz például, Rómában a konzulokhoz, a Szentatya uralkodásához, és így tovább. Tehát vannak erre példák. És valahol itt a Kun mi atyánk mélyen fekvő üzenete a régmúlt időkbe visz vissza bennünket, és ez is ezt közvetíti, hiszen régi Kun és Jász őseink több száz évvel ezelőtt az országba királyuk által költöztek, Magyarországon megkapták a területeiket, és megállapodást kötöttek a magyar állammal. Ebben jó néhány fontos szabály volt. Ezek közül az egyik az volt, hogy saját vezetőik, saját kapitányaik irányítása alatt élhessenek. Kapitányt választani gyűltek össze Kunmadarason a kunok, hogy egy 2000-ben újjáélesztett hagyományt folytassanak. Már egy kunkapitánynak nincs olyan hatalma, mint amilyen akár 150 esztendővel volt, de mindenképpen a szimbolikus hatalom, a szokás, a tradíció mindenképpen tovább él. És itt vagyunk Kunmadarason, amely egy nagyon gazdag hagyományaiban, mezőgazdaságban nagyon gazdag település volt a régmúltban, és most is őrzi azokat a hagyományokat, amire a legnagyobb szükségünk van, hiszen gyökerek nélkül a legnagyobb fa is kidől. Közel 20 éve 2005-ben már adott Kunmadaras nagykunkapitányt, akkor Barta László hagyományőrző töltötte be ezt a tisztséget. Az újkori kapitányválasztással a Jászkunság egy történelmi tisztséget elevenített fel, de más tartalommal és kötelezettségekkel ruházta fel. Az egykori Jász, Kiskun és Nagykun kapitányok 1876-ig az adott kerületek közgyűlésének választott tisztségviselői voltak, hivatalt viseltek, munkájukért fizetséget kaptak. Intézték a Jász kerület közigazgatási ügyeit, gondoskodtak arról, hogy a kivetett adók beérkezzenek, a katonaállítási és beszállásolási kötelezettségeknek az egyes községek eleget tegyenek. A mai fogalmaink szerint közjogi méltóság volt a kapitány évszázadokon át. Identitásunkat fenn kellett tartani, területi egységeinket, és fenn kellett tartani önrendelkezésünket. És amikor ezt közel 800 esztendeje kivívtuk magunknak, az önrendelkezésben az, hogy nem fizettünk adót, kiváltságokat kaphattunk, letelepedhettünk, magyarrá lehettünk, ez annak volt köszönhető, hogy mindig tartottuk a szavunkat. Mindig példamutatóan jártunk Magyarország minden lakója előtt. Mindig álltuk a sarat, mindig kiálltunk, ha kellett, megvédeni akár életünk árán is Magyarországot és a hármas kerületet. És ez az identitás fűz össze bennünket ma is, az ebből fakadó erő, az, hogyha kellett, akár újra megváltottuk a függetlenségünket, mert az önrendelkezés, az önérzet, az önbecsülés, ezek olyan értékek, amiért csak évszázadokkal később indult meg a többi magyar honfitársunk, akár az 1848-asok, akár később az első világháborút követően Trianon jogfosztása révén évszázadokkal később indultak el a többiek. Akkor mi már újra birtokoltuk az önrendelkezést. És talán ma is ez a legfontosabb, talán ma is ez a legkimagaslóbb érték, ami a jászokat, a nagykunokat és a kiskunokat összeköti, a szabadságvágy, egymás tisztelete, hogy tudunk egymás mellett békében élni, hogy össze tudunk kapaszkodni, és meg tudjuk védeni azt az értéket, amit az őseink ránk bíztak. A 2000-ben újjáélesztett kunkapitány választás óta a tisztség a nagykun települések között jár körbe, amelyet mostantól Barta Sándor tölt be. Kunmadarasi születési vagyok, egy pásztor családba születtem, hát és öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy engem jelöltek a második nagy kunkapitánynak Kunmadarason, hisz örökségként viszem ezt tovább, mert az első kunkapitány Kunmadarason a keresztapám volt. Igazodva a mai kor jogi környezetéhez, az új nagy kunkapitány jelöléshez a Kunmadarasi képviselőtestület mellett a helyi civil szervezetek támogatása is kellett.